A járvány miatt az elmúlt két évben többnyire online zajlottak a Bak Mindenkinek Fesztivál programjai. Az ötödik hullám lecsengésének köszönhetően azonban újra megtelhetnek a hangversenytermek, a templomok vagy éppen a városi parkok a legnagyobb barokkori zeneszerző muzsikájával. A március 16-án induló fesztiválhoz a Kárpát-Medence 60 települése csatlakozott. Két hét alatt összesen 150 ingyenes koncerttel várják a közönséget. Budapesten többek között a Momkult, a Hagyományok Háza és a Millennium Háza is otthont ad a rendezvényeknek. Hagyományok házában lesz az Egresi Béni Református Művészeti Szakgimnázium népzene szakának, tanszakának a koncertje, és indiai vendégművészek lesznek, indiai népzenészek és indiai néptáncművész, de természetesen a hegyesebb helyszíneken is lesznek koncertjeink itt Budán, például a Gazdagréti Művelődési Házban lesz családi koncert hangszersimogatóval, a Mom Kulturális Központban a hegyvidé kulturális szalomban, a Cifra György Központban és Dél-Budán, úgyhogy számos koncerttel várjuk a hegyvidékieket is. A koncerteken olyan neves művészeket láthat és hallhat majd a közönség, mint Pitti Katalin, Róchman Ditta, a Magyar Állami Operaház énekkara, a Budapesti Fesztiválzenekar és az Óbudai Danubia zenekar. A fesztivál küldetése kettős, nem csak Johann Sebastian Bach életműve előtt szeretnének tisztelegni a koncertekkel, de egyúttal a komoly zenét is népszerűsíteni akarják a szervezők. Nem csak a már koncertekhez szokott közönséget szólítjuk meg, természetesen nőket is olyan különleges hangszerekkel, mint a viola da gamba, vagy pedig a a barok fúvós hangszerek, de mindemellett még lesznek olyan koncertek, ahol a legkisebbeket is várjuk. Van, ahol zenés színházzal, van, ahol hangszersimogatóval, van, ahol interaktív előadással. A fesztivál főszervezője arra hívta fel a figyelmet, hogy Johann Sebastian Bach a maga korában igazi újítónak számított. Kivételes tehetségének köszönhetően olyan zeneműveket alkotott, amelyek a modern zene alapjául szolgálnak. A fesztivál éppen ezért erre is rá

hogy ő az egész klasszikus zenének, az egész nyugati zenének az origója. Hozzá képes nézhetjük a műfajokat, mi volt előtte, mi volt utána, illetve a zeneszerző társadalmat, akik éltek előtte, akik éltek utána. Ő az origó. És emellett pedig egy olyan multifunkcionális zeneszerző, aki a zeneiskolában a kezdőknek is, és a legnagyobb, legkiforrottabb nemzetközi művészeknek is a mindennapi kenyerévé tud válni, a napi rutinnál tud válni bagzenéje úgyhogy ő ez az egyetlen egy ilyen zeneszerző, akire mindez igaz. A koncertek és fesztivál kísérő rendezvényeivel kapcsolatban a bachmindenkinek.hu oldalon találnak további információkat.